Idézni fogok Vona Gábortól, a Jobbik elnökétől: takarodjanak a 89-esek, mert 22 év bőven elég volt belőlük. Az ellenzéki pártelnök szerint 2006-ban a budapesti tüntetéseken érintődött az új politikai generáció, amely tagjai nem olyanok, mint a 89-es rendszerváltó politikusok. Vona Gábor, a Jobbik elnöke a párt nagygyűlésén azt mondta, 2006-ban a budapesti tüntetéseken létrejött egy új politikai generáció, akik nem olyanok, mint a 89-es rendszerváltó politikusok. Ma 1956, 56. évfordulóján, ezért azt üzenjük a 89-eseknek: takarodjatok! Takarodjatok végre, mert 22 év bőven elég volt belőletek! Morvai Krisztina, a Jobbik európai parlamenti képviselője azt mondta, az Európai Unióban nem élünk szabadságban, Magyarország pedig nem független. Ezért szerinte alapjaiban és radikálisan kell megváltoztatni a rendszert. Molnár János, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt. Hát az önök rendezvénye volt, így mondani valójában a legharsányabb. Itt aztán minden volt, úgy egy komplet úgy, hogy elküldték az egész politikai garnitúrát a nem mondom hova. Nem gondolja, hogy ezzel ellenségeket szereztek megint? Én azt gondolom, hogy meg kell nézni az ország elmúlt 21 néhány évét, meg kell nézni azt, hogy hol tartott Magyarország régen, hol tart jelenleg. Teljesen nyilvánvaló lesz, hogy az elmúlt 21 néhány évben Magyarország gazdaságilag, társadalmilag egyaránt leépülő pályára jutott, elszegényedett, ebben pedig nyilvánvaló politikai és vezetési felelősség terheli azokat, akik az elmúlt 21 néhány évben vezették Magyarországot. Mondjunk csak arra, az elmúlt két év másról sem szólt, mint megszorítás után. Jobb volt előtte? Nem volt jobb. A bajnai kormány, a Gyurcsány kormány szintén megszorítás után léptetett életbe. Mondjuk, ennek az eredménye az... nagy valami hitelt. Óriási mennyiségű hitelt fölvettek, eladósodott az ország, leépültek a magyar ipari üzemek, leépült a mezőgazdaság, egyáltalán Magyarország egy leszakadó, elszegényedő pályára jutott. Most már egyre nyilvánvalóbb mindenki számára, hogy ha meg szeretné ezt a helyzetet változtatni, akkor nem az elmúlt 21-22 év pártjaira, vezető politikusaira kell szavazni, hanem egy új erőre, ami képes erre. Akkor önök ezt az összefogást, amit a Milla szervezet, úgy, ahogy van, dobják a szemétkosárba? Hát nézze most azt, hogy az MSZP, illetve maga a baloldal milyen pártszínekbe jelenik meg, milyen név alatt, édes mindegy gyakorlatilag. Tehát átszínezhetik ugyanezt a gyereket, mindenféle mázat adhatnak neki, attól a lényeg változatlan marad, ugyanaz az elmúlt 20 évben kormányra való alkalmatlanságát bizonyító politikusok vezették ezt a politikai tömörülést, mint az előzőt is, úgyhogy nincs ilyen szempontból azért semmilyen változás. Azért néhány kijelentéssel, hát hogy is mondjam, muszáj itt szembesítenem önt. Azt mondja, minden piszkos kezet, amely a magyar föld után nyúl, el fogunk törni. Itt gondolom a zsebszerződésekre gondolnak, mert hát aki tisztességes szándékkal közeledik, azt csak ne bántsuk. Mert hogy az tőkét hoz, munkahelyeket teremt. Arra gondolunk, hogy a magyar földet meg kell őrizni magyar tulajdonban. Nagyon sokszor zsebszerződésekkel már ténylegesen külföldi tulajdonba került át a magyar termőföld. Ez ugye duplán is probléma. Egyrészt azért, mert az őseink azok évszázadokon keresztül sokkal erősebb katonai hatalmak ellenében, akár a vérük hullajtásával is ezt a földet megvédték. Most eljött egy olyan kor, amikor apró pénzért gyakorlatilag kiárusítják egyesek a magyar termőföldet. A külföldiek természetesen az önérdeküket követve ezt a földet a nyugat-európaihoz mérten töredékáron megveszik. Ez egy olyan állapot, aminek elejét kell venni, hiszen egyrészt meg kell őriznünk a földet, másrészt pedig azt a bizonyos tőkejövedelmet, amit a föld képes termelni a tulajdonosai részére, ha a külföldiek megvásárolják, már ez is elvész magyarnak lenni. Az osztrák sajtóban nagyon röviden erre reflektálva hatalmas cikk jelent meg arról, hogy Magyarország ki akarja zárni elsősorban az osztrák befektetőket. Bár a másik oldalt nézem, azért ha magyarok akarnak ott földet venni, az sem menne egyszerű. Tehát Ausztriában egyszerűen nincs eladó föld. Tehát onnan kezdődik a dolog, hogy lehet, hogy hivatalosan hozzá lehet jutni, gyakorlatilag nem lehet földet venni, mert az osztrák paraszti gazdaságok sok generáción keresztül egymásra örökítik a földet. Éppen ezért nincs gyakorlatilag eladó. Egy utolsó kérdésem van, elnök úr. Azért a cigányság kérdését most se felejtették el, idézem, amennyiben valóban így hangzott el. Indokolatlan
cigány túlszaporodás megállítása. Hát azért az lehet, hogy kivelte két helyen a biztosítékot. Itt mire gondolta? Tessék csak arra gondolni, 89%-os a társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár szerint a cigányság köreiben a munkanélküliség. Ehhez képest elképesztő szaporodási rátát produkál a cigányság a munkaképes korú lakosságon belül. Rövidesen már többségben lesznek a cigány elszámolások szerint. Hát nyilvánvalóan az, hogy a megéhetés támogató gyermekszülés támogató szociális rendszert meg kell változtatni. Nem lehet csak abból megélni, hogy sok gyereket szül valaki. Ezt a példát látják maguk előtt a most felcseperedő cigánylányok. Van statisztika, és hogy mennyi roma születik, ezt ki tudják mondani? Van statisztika a demográfusok előbeslései szerint, például 2050-re a magyar társadalomban minden második munkaképes korú ember cigány lesz. Már az előtt elérjük azt a katasztrofális állapotot, hogyha ezt a 89%-os munkanélküliséget vetítjük előre, ez az ország akkor gazdaságilag finanszírozhatatlan lesz, nagyon rövid időn belül, ha ezt a cigány problémát nem tudjuk megoldani. Volner János, a Jobbik alelnöke, köszönöm, hogy itt volt, és szerintem erről a kérdésről még beszélgetni fogunk. Én is köszönöm, hogy itt járt nálunk.